Köszöntöm nézőinket! Önök Telen a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Zongorára gyűjt a zeneiskola. Jótékonysági koncertet adtak. Megemlékeztek. Tóth János hamvai hazatértek. Sárkányhajózás. Népszerű sportág, remek közösségi élmény. A tánc mindenkié. Három vármegye örömtánc csoportjai találkoztak Tolnán. A Fusz János Zeneiskola jótékonysági koncertet adott, egy zongorára gyűjt az intézmény. A lehengerlő előadások remek hangulatot varázsoltak a terembe. Máté Néhep Andrea, a zeneiskola tagintézmény vezetője ismertette az idei tanévben megszületett ötlet részleteit. A zeneiskolának a hangverseny termébe, a dísztermébe van egy közel 100 éves zongora, ami folyamatos karbantartásra, hangulásra szorul, és úgy gondoltuk, hogy megfogjuk ezt a lehetőséget, hogy egy jótékonysági koncert keretében megpróbálunk gyűjteni pénzt arra, hogy egy új hangversenyzongorát tudjunk a közeljövőben vásárolni. Ez nem könnyű, ugyanis egy jó minőségű hangversenyzongora 8-10 millió forintnál kezdődik, ezért nagy szükségünk van arra, hogy nagyobb cégek is esetleg támogatni tudjanak minket. Úgyhogy ez nem egy egyszeri, egy alkalmas projekt. Mondjuk úgy, hogy az 5 éven belül szeretnénk ezt megvalósítani. Reméljük, hogy sikerül. Ha nem, akkor is továbbra is szeretnénk gyűjteni, hogy a cél az, hogy mindenféleképpen egy új hangversenyzongorával bővüljön a hangszerparkunk. A gyermekkórusunknak a karnagya Schmidt Zoltánné nagyon hosszú ideje vezeti már a kórust. Az elmúlt hét folyamán volt a minden éve megrendezésre kerülő Bárdos Lajos éneklő ifjúság. Ez egy díszhangverseny, amelyen a kórus elérte álmát, ugyanis azon kívül, hogy kiemelt arany minősítést szereztek, az év kórusa címét is elnyerték, valamint a Schmidt Zoltánné pedig karnagyi külön díjat kapott, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Ez egy nagy álom volt részükről, de hát ez még nem ez csak a kezdet, reméljük, hogy ennél még továbbra is bővülhet a paletta. Bali Emma, a kórus egyik tagja beszélt a felkészülésről, a csapatról, kedvenc közös dalaikról. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Van-e más, amiben hiszel, ha már nem marad semmi sem? Minden szerdán szoktunk kóruspróbát tartani, és mindenki nagyon lelkesen szokott énekelni, mindig bejárnak, úgyhogy ez nagyon jó a közösség. Ugye ma fogunk elsőként a kórussal énekelni, néhány dalt már énekeltünk, illetve az összeset, viszont Szekszárdon csak kettőt vagy hármat, nem tudom, azokat fogjuk előadni. Még amikor nem is éneklünk, akkor is mindig összetartunk, még kórus próba után is szoktunk beszélgetni. Ugye sokan zenészek, úgyhogy arról is, hogy ki, hogy és hol lépett fel. Az együtt éneklés az nagyon egyszerűen megy nálunk valamiért, nem tudom. Hát az egérbált azt nagyon szeretem, mert nagyon vicces a lezárás és a kezdés is. De van a Széles a Balaton népdalcsokrunk, ami nagyon vicces a zongorajáték is hozzá, meg a szólamok is, fiúknak van külön szólama, úgyhogy azt is nagyon szeretjük, azt mindig elénekeljük, ha van rá lehetőség. Schmidt Zoltánné, a gyermekkórus karnagya, nagy odaadással látja el a kórussal kapcsolatos feladatait. A zeneiskolában a kórus élet már a 90-es években megteremtődött, úgyhogy nem sokára a 30. jubileumi hangversenyünkre készülhetünk fel. Legutóbbi eredményünk egy szekszárdi éneklő ifjúságon történő fellépés volt, ahol az idei évben aranydiplomával minősítéssel végzett a kórus, és a rangos zsűri dicsérete alapján az év kórusa címet is elnyertük. Úgy is mondhatnám, hogy fődíjasok lettünk. A mai alkalomra, miután ez egy jótékonysági hangverseny, nyilván olyan darabokat válogattam össze a gyerekek segítségével, ami a közönségnek is
megnyeri a tetszését. Egy picit adunk ízelítőt a minősítő hangversenyanyagából, és egy picit adunk ízelítőt más népek dalaiból. A kórusban nagyon jó a közösségi légkör, és ez nagy mértékben hozzájárult a tagsága, a taglétszámnak a növekedéséhez. Nagyon örülök, hogy az idei tanévben fiúk is csatlakoztak a kórushoz, ugye belőlük mindig kevesebb van, és valahogy sikerült a zenekarból is átcsábítani egy-két férfi hangú énekest, ami megint nagyon jó hatással van a leánykarra is. Nagyon szép hangon énekelnek, szépen beilleszkedtek a kórusba, és az idén egy kicsit ilyen vegyes kari felosztásban is tudtunk énekelni. Május 25-én fogunk szerepelni legközelebb a Városnapján, utána egy tanévzáró hangversenyt fogunk adni a Tolnai Katolikus Templomba, és hát reményeink szerint a következő évben is egy megyei rendezvényen részt tudunk venni, kicsit kimozdulni a megszokott környezetünkből, kicsit meghallgatni más kórusok munkáját is. Ez mindig nagyon tanulságos és előremutató, és nagyon lelkesítő a gyerekek számára, és ha sikerül, akkor a 30. jubileumi hangversenyt szeretnénk megszervezni. A résztvevők hozzátartozók remélik, hogy hamarosan eléri a koncertsorozat a célját, az áhított és megérdemelt új zongorát. Tóth János hamvainak hazatérése alkalmából tartottak megemlékezést a tolnai temetőben. Ezzel teljesítették a Kossuth-díjas operatőr utolsó kérését. Komáromi János kezdte egy megható verssel a megemlékezést. Fény szimfóniák egy kinematográfus emlékére. Hogy csillogott a fény a Dunán, miközben méltóság teljesen csordultig megrakva a siklott egy kopott uszály, és a fedélzetről a vizet leste egy aprócska gyermek, aki hajnalban, reggel, nappal, alkonyban és este, sőt még éjjel is a vízfodrokon megcsillanó fényeket kereste. Mindegy villanás, egy-egy látomás volt a múltról, a jelenről, a jövőről, a fények és hangok között létező emberről. Már ezek a csillanások is mennyi csodát rejtettek. De amikor surrogni kezdtek a villogó mozimasinában a forgó tekercsek, és a merev pillanatok meg-megmozduló, éledő fényekké lettek, az volt az igazi csoda. Bali János beszédében emlékezett meg az operatőrről, aki részben kortársa és pályatársa is volt. Tóth János, Mózest idézve a Szentírásból, megelégedvén az élettel, megtért őseihez. 94 évvel ezelőtt itt, a szomszéd utcákból indult útjára, és ma ide tért haza. Hatalmas, igazi kelet-európai út, hamisítatlan magyar sors volt az övé, melyben volt sok öröm, de még több keserű bánat, szenvedés számára. A kis Janóka önfeledten hajókázta végig számtalanszor a Dunát, Domboritól Németországig, a Fekete-tengerig, oda-vissza, uszály kormányos édesapjával. Ezek felejthetetlenül színes emlékképek elevenen éltek benne élete végéig. Berta Zoltán alpolgármester nagyon fontosnak tartotta, hogy az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tóth János hamvai elfoglalják végső helyüket a tolnai temetőben. Tóth János Kossuth-díjas operatőr, városunk tudomásom szerint egyetlen Kossuth-díjasa, 5 évvel ezelőtt hunyt el. Akkori végakarata volt, hogy hamvai egy része Tolnán szülött városában kerüljön elhelyezésre. Aztán sajnos, hogy a Covid időszaka alatt egy kicsit ez háttérbe szorult, nem foglalkoztunk vele, és Baksai Nekenese Éva, a Humán Bizottságunknak az elnöke vette elő ezt a kérdést,
hogy mégis méltó módon kellene akarata szerint megemlékezni és Hamvait elhelyezni Tolnán, és ma erre emlékeztünk, helyeztük el a Hamvait Tóth Jánosnak, illetve Bali János emlékezett meg róla, helyi fiatalok pedig énekkel, zenével lótták le kegyeletüket. Tóth János ugye 88-89. Évében hunyt el, mi úgy tudjuk, hogy élete végéig, amíg egészségi állapota engedte, folyamatosan a munkájának élt. Mindig a maximalista volt, a maximumra törekedett, munkásságát, ha egy mondatban vagy egy szóval kellene jellemezni, akkor talán a pályatársakra hivatkozva ezt így tudnánk leírni, így tudom leírni. Baksainé Kenesei Éva meleg szívvel gondol vissza Tóth Jánosra. Amíg az egészségi állapot engedte, hosszú éveken át az elszármazottak találkozójára hazajött, sőt, nagyon sokszor közösen elfogyasztottunk egy halászlé ebédet, beszélgettünk. Én nagyon tiszteltem őt az a Tolnához való ragaszkodásáért is, amivel mindig emlékezett. Már régen elkerült Tolnáról, de ahogyan beszélt Tolnáról, ahogy a szüleiről, ahogy a gyermekkoráról, tehát nagyon meghatott engem is, amikor tudomásomra jutott, hogy az volt az utolsó kívánsága, hogy a Hamvainak a felét Tolnán helyezzük el, akkor azt mondtam, hogy ezt tehát meg kell tennünk. És a mai nap folyamán tehát megemlékeztünk róla, hazatértek, tehát a Hamvainak a fele itt vannak, és azt hiszem ezzel minden tiszteletet megadtunk neki, amit ő megérdemelt. Én nekem nagyon jó emlékeim vannak, tehát én szerettem őt, és szerencsém volt, hogy ismerhettem őt. A fiataloknak, az újabb generációnak is tovább akarják adni Tóth János örökségét. Most így, hogy hazatért, tehát megtartottuk ezt a megemlékezést, olyan terveink vannak, hogy majd évente, tehát a Magyar Film Napján, vagy a Magyar Film Napja köré, tehát olyan filmeket fogunk majd vetíteni, ami ő forgatott, tehát ő volt az operatőr, illetve már felmerült bennünk az is, hogy amennyiben tehát sikerül megvalósítani, akár egy szobrot is szeretnénk állítani az emlékének, a munkásságának. Tóth János élete és hosszú pályafutása példaértékű. Hamvait elhelyezték a tolnai temetőben, és méltó módon megemlékeztek róla. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215.
A Tolnai Sárkányhajó Klub Egyesülettel beszélgettünk, elnökük Kovács Gábor és lánya Kovács Alexandra avatott be minket a sárkányhajózás rejtelmeibe. Kovács Alexandra elmondta, a 2011-es év elején alakult az egyesület, céljuk a sportág népszerűsítése. A egyesületünk nem csak a hagyományos értelemben vett utánpótlás nevelésre és felnőtt versenyeztetésre alkalmas, de szintere a diák és hallgatói sportnak, illetve minden évben számos fogyatékkal élő sportoló képzésében is részt veszünk. Hopp! Egy, két és csere! Egy, két, csere! Több alkalommal rendeztünk sárkányhajónapot Faddomboliban, illetve nagy büszkeségünkre a tavalyi évben paraolimpikonokkal leveztük át a Balatont. Emellett a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen az idei évben megszerveztük a tavaszi zsongás nagy sikerű fesztiválunkat Tolnán a Dunaparton. Kovács Gábor mesélt a paralimpikonok fogadásáról. Bevallotta, először féltek a kihívástól, de aztán alapos előkészítés után megoldották a feladatot. Hopp, itt a hopp. Speciális beülőket kellett nekik faradjunk hungarocellből és egyéb beülő alkalmatosságokból. Igazából volt, akinek keze nem volt, volt, akinek lába nem volt. Ezért tényleg nagyon speciális beülőket készítettünk. Két-három alkalommal próbáltunk velük domboriba evezni. Aztán a nagy jókedve nem egy hajót, hanem két hajót szerveztek be a Balaton átkevezésre, de sikeresen helyt álltak, és nagyon nagy lelkesedés előzték egymást jobbról-balról, tehát egy hatalmas nagy csatározás volt a két hajó között. A sárkányhajózás egész évben űzhető sportág. Az egyesület összlétszáma most 30-35 főre tehető. Maga ez az ötlet, ez 2006-ban rendeztek először a Domboriba sárkányhajó versenyt, és akkor még a Faddon dolgoztam, ott volt a műhelyem, és ott összeálltunk egy 20-22-en, így barátok, és vettünk egy sárkányhajót, hogy megtetszett ez a domboris verseny, és annak dacára akkor összedobtuk a kis pénzünket, vettünk egy sárkányhajót, és elkezdtünk vele edzeni, és a rákövetkező években elkezdődött Magyarországon igazából ez kiteljesedni, ez a sárkányhajózás, és a Magyar Sárkányhajó Szövetség elkezdett rendszeresen magyar bajnokságokat, versenyeket rendezni Domboriba, Sukoron, Baján. Hogy Baján mondjuk hosszú távú evezés van, itt Faddomboriba általában 200 méter, 500 méter, 2 kilométer, aztán Vácon van ilyen 66,6 kilométer, ez nagyon-nagyon változó. Például most még valószínűleg készülünk Szlovákiába, szeretnék eljutni egy 10-es hajóval, az idén, ahol 4500 méteres táv lesz. Kétszer egy nap. 5, 6, 7, 8. Én is 2006 óta evezem, és Szandi 2008-ban csatlakozott a csapatunkhoz, és hát, ahogy már mondta, és is 2011-ben alapítottuk ezt a Tolnai Sárkányhajó Egyesületet. Többnyire akkor utánpótlás céljából. Volt egy 20-25 gyerek, akikkel a legelső évben, 2009-ben vettünk részt egy Európa-bajnokságon a lágy mennyiségből, de aztán onnan jöttek ezek a többi versenyek, még 2010-ben Amsterdamban, ott is Európa-bajnokságon voltunk, 2012-ben Nottinghamben, 11-ben lett volna Kijevben, de oda már se utaztunk, 12-ben Nottinghamben voltunk, 2013-ban volt Magyarországon talán minden idők egyik legnagyobb világbajnoksága, ahol több aranyérmet is bezsebeltünk az U18-as magyar válogatotta. A Szandi ugyanakkor már a lányhajókat kormányozta. Télen-nyáron próbálunk edzeni, vannak medencés edzések télen, amikor itt a vízről lemegyünk október-november tájékán, most már azért az időjárás is egyre jobban szélsőséges, és utána az edzéseket november után általában egy hónap szünetet szoktunk tartani, és decemberben kezdjük a felkészülést a Paksi atomerőműesének a csónakházába, ott vannak medencék, tanmedencék, és abba tudunk evezni. És az idén most március végén kezdtük meg az evezést itt Faddomboriba, először is ótrigellel, utána nagyhajóval, mert az idén három tagunk meg szeretném éretni magát a Rasicébe,
megrendezendő nagy Európa-bajnokságon, tehát a nemzetek közötti Európa-bajnokságon, ez azt akarja, hogy a magyar válogatottnak elvileg, vagyis szeretnénk 3 tagot adni az 50 pluszos válogatottba. Ez korta és nemtől független, ezt mindig szoktuk is mondani. Aki most a legidősebb sárkányhajósunk volt, hogy magyar származású a Braskó Gyuri bácsi, mindig kiemelem őt, 93 éves korában fogott után utoljára lapátot a kezébe, és a rákövetkezendő évben sajnos tavaly elhunyt. Egyébként 75 évesen kezdett a sárkányhajózni. 1, 2, csere! És hát az időszak az nekünk szerintem kevésbé jelent gondot, hogyha fel vagyunk öltözve, most is látjátok, azért nincs valami nagyon jó idő, de általában sokszor még szilveszterkor is evezünk, szóval én azt gondolom, hogy többnyire azért nekünk az idő nem befolyásolja az edzéseket. Nyilván, hogyha olyan esős idő van, vagy villámlik, vagy tényleg nagyon szélsőséges, akkor nem jövünk, de amúgy alapjában véve szerintem annyira nem jelent gondot. Sőt, hát evezünk télen is, nyáron is. De nyilván a legszebb időben a legjobb evezni, én azt gondolom. A sárkányhajózás egyre népszerűbb Magyarországon is. Maga az edzéseken is elég nagy az érdeklődés, de talán az ilyen kikapcsolódós evezésre többen tudnak lejönni, vagy csoportokat szerveznek, akár a testnevelők, akár a pedagógusok, akár baráti társaságok. Hát büszkén mondhatom szerintem, hogy évente több száz vagy több ezer embert eveztetünk Faddomboriba, de akár a Tolnai Holtágon most, amióta tudunk mozogni, más vizeket is próbálunk megcélozni, de igen, tehát rengeteg ember érdeklődik utána. Versenyszinten kevesebben űzik ezt a sportot, mint így kimondottan hobbi jelleggel. Regionális örömtánc találkozót tartottak Tolnán. Az eseményre Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyéből érkeztek tánccsoportok. Jobbra, kereszt, jobbra, tip, balra, kereszt, balra, tip, előre, 2, 3, fordul. Április 29-e a Táncvilágnapja. A közelgő esemény alkalmából szenior örömtánc találkozót rendeztek Tolnán. Ez egy országos hálózat a szenior örömtánc. Oktatók vannak nagyon sok településen, megyénkben is, illetve környező megyékben is űzik ezt a táncot. Ennek a lényege igazából egy közösségépítő tánc, amennyire én tájékozottam már itt a vezetőtől. Igazából valami olyasmi is a szlogenjük, hogy nem kell semmit megtanulni. Tényleg azt a célt szolgálja, hogy az idősebbeknek is, a szenioroknak is legyen egy folyamatos mozgási lehetőség, társasági lehetőség, és ugyanakkor egy jó szórakozás is, hiszen fellépési lehetőség is van. Hiszen ez kezdetben önmaguknak, de már egyre több helyre hívják őket, hiszen éppen itt Tolnán múlt héten a Dunamenti Polgári Egyesület fesztiválján is fellépett a helyi örömtánc csoport, és nagy örömömre több tucat embert be tudtak vonni a közös táncba is, meg tudták mozgatni a közösséget. Ezúton is köszönöm szépen a helyi csapatnak a közreműködését. Az esemény Sárközi Lúcia, a Mözsi Örömtánc csoport vezetője szervezte. Szerettem volna népszerűsíteni itt a szűk környezetünkben ezt a táncot, miután látszik, hogy elég sok embernek ez a hobbija, vagy a szórakozása. Ezért gondoltam, hogy jó ötlet, hogy itt összehívjuk, és akkor ne csak szűk környezetünkben itt a városon belül, hanem egy kicsit nagyobb térséget is bevonva táncoljunk együtt. És hát miután akkor egy kellemes délután töltsünk itt együtt el. Az örömtánc, ez kimondottan az idős korosztálynak van kifejlesztve, alkalmazkodva az idős embereknek az egyes problémáihoz, amik az életkorral ugye járnak, és egyben azáltal, hogy egy kellemes zene mellett egy kicsit mozgunk is kíméletes formában, még egy nagyszerű fejlesztő is ez a táncforma. És az idős emberek közül sokan már egyedül vannak, és eleve jó az, hogyha ki mozdul otthonról és bemegy egy közösségbe. A másik dolog az, hogy itt a zene mellett, ugye a zene, a tánc az mindenki, az kortalan, mindenki megtalálhatja benne azt a formát, amit ő szeret, azt a mozgásformát, azt a táncformát, amit ő szívesen csinál. Ugye mi itt ezt kiválasztottuk, ezt a szenior örömtáncot, és azon kívül, hogy ugye
most, hogy kikerültünk a munkavilágából, és már nem vagyunk olyan aktívak, ez egy nagyon jó módja annak, hogy fejlesztjük magunkat. A regionális jelleg miatt a szervezés nem volt a legegyszerűbb. Van egy honlapja ennek az örömtáncnak, szenior örömtáncnak. Én igazából a honlapon fönn vannak az oktatók, rögzítve vannak, hogy ki vannak, mert ugye mindenkit azért már nem ismerek. Én még az első csoportokban végeztem azokat az oktatókat, ismerem személyesen, de most van egy jó pár oktató, akivel most ismerkedtem meg, de ő is itt tevékenykedik ebbe a három megyébe, és akkor így ő is meghívásra került. A szervező bátorítja azokat az időseket, akik ki szeretnék próbálni ezt a táncformát. A Tolnai Örömtánc csoport a Nyugdíjas Egyesület keretén belül nyitott programként működik 5 éve. Rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken, saját magunk kezdeményezünk táncbemutatókat, és vannak úgy, hogy vidéki felkéréseik is vannak. Nagyon jól érzik magukat, nagyon sok az egyedülálló, és őnekik nagyon fontos, hogy egy közösséghez tartozzanak, egy közösségben jól érezzék magukat. Elmondhatom, hogy nagyon-nagyon készségesek, segítőkészek egymással. Volt olyan, hogy évekig nem találkoztak, és az örömtánc csoportnál találkoztak ismét régi osztálytársak, úgyhogy nagyon jól összekovácsolódott a csapat. Egyrészt a közösség, ami nagyon fontos, és másik rész pedig az egészség megtartása. Ugyanis a szenior örömtáncnak a lényege az agy jobb és bal féltekének megmozgatása. Azokat a részeket is megmozgatjuk a tánc során, amit a mindennapi életben nem használunk. És van olyan táncos, aki egy agyvérzés utáni állapotból jött el táncolni, és nem tudott fordulni, nem tudott különböző koreográfiákat megcsinálni, és ma már önállóan tud táncolni. Tehát látványos eredmény és igazolt eredmény, hogy mennyire hasznos a szenior örömtánc. A táncokban körülbelül 200-250 szépkorú vett részt. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!